5 év alatt közel felére csökkent a magyar lakossági fogyasztók közműtartozásainak összege, a kikapcsoltak száma pedig 57%-kal mérséklődött a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint. A hátralék is jelentősen csökkent, ám még így is 33 milliárd forintot tett ki összesen, és még mindig több százezren tartoznak a szolgáltatóknak. Tapasztalják a szakemberek, akik szerint fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, mi történik akkor, ha nem fizetnek be egy számlát. Az első késedelmes napon a szolgáltató jogosult a kamatokat felszámítani, körülbelül 15-20 nappal később fizetési emlékeztetőt küld, és első fizetési felszólítást küld, és körülbelül 40 nappal később küld egy kikapcsolási értesítőt. Sokan nem tudják, hogy ilyenkor nem csak a tartozás összegét kell befizetni, hanem egyéb költségeket is. Amennyiben például a tartozó nem engedte be a szolgáltató embereit, hogy a lakáson belül végezzék el a gáz vagy éppen a villany kikapcsolását, akkor a közterületről való kikapcsolás díja is őket terheli. A visszakapcsolás feltétele az, hogy az összes tartozásunkat, a kiszállást, a kikapcsolás és visszakapcsolás összegét is rendezzük. Ezek után 2 nap alatt víz esetében 3 nap, még villamosenergia és gáz esetében 2 nap alatt visszakapcsolják a szolgáltatást. Ezzel az csak akkor van kivétel, ha húzamosabb ideig ki vagyunk kapcsolva. A járási hivatalhoz fordulhatnak azok, akik úgy érzik, a szolgáltató jogtalanul követel rajtuk tartozást, és szüntette meg a szolgáltatást otthonukban. Ha valakinek olyan felvetése van, vagy olyan sérelme van, hogy úgy gondolja, hogy jogtalanul kapcsolták ki a fogyasztás mérőjét, illetve szüntették meg a szolgáltatást, akkor tisztelettel javaslom, hogy tessék ezeket a kollégáinkat megkeresni. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal annak érdekében, hogy minél kevesebb ilyen helyzet álljon elő, és mindenki tisztában legyen jogaival és kötelezettségeivel, 2 kiadványt készített a fogyasztóknak, amiket többek között a Tolna Megyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatain lehet majd elérni.